Nyelvtudás és anyagi háttér nélkül viszont konkrét céllal indult egy 2 éves dél-amerikai utazásra Hajdú Zsanett 2 társával. Az ott átélt élményeit foglalja össze első könyve, a Trópusok ajándékai, közölte a nyíregyházi bemutatón. A szerző elmondása szerint gyerekkora óta őserdei indiánok között szeretett volna gyógynövényeket kutatni, ez volt utazásának célja. 10 évvel ezelőtti emlékeiből készült most beszámoló. Azt döntöttem el, hogy a könyvnek minden sora legyen igaz, tehát meg kellett próbálnom minél jobban visszaemlékezni. És elő kellett bányásznom régi leveleket például, amit aztán vagy sikerült, vagy nem. Viszont azért volt néhány napló részlet is, amit fel tudtam használni, illetve meg kellett keresnem az utitársaimat, hogy ez hogy is volt, légy, mondjatok 1-2 mondatot róla. Tehát igazából nagyon sok új élményt hozott maga a könyvírás. Anyagi megfontolásból választották úticélnak Dél-Amerika legszegényebb országát, Bolíviát. A helyi egyetemeknek elküldték kutatási terveiket. Végül 2 intézmény segített nekik, egy az Andokból és egy másik a Trópusokról. Az olvasók a regényben megismerhetik a bolíviai kultúrát és a különböző indián törzseket is. Az utazás nagyban segítette Hajdú Zsanett biológus és gyógyszerész tanulmányait is. Amikor hazajöttem és folytattam a tanulmányaimat, akkor volt egy verseny a gyógyszerészkaron, ahol a hallgatók a kutató munkáikat mutatták be, és azt megnyertem. Aztán országos versenyen 3. lettem. Aztán annyira jól megtanultam spanyolul, hogy diákokat tudtam tanítani, és így tudtam finanszírozni az egyetemista éveimet. Tehát nagyon-nagyon sok áldást hozott. És később volt még egy dél-amerikai utam, ez alapul szolgált hozzá, mert ehhez a második úthoz már tudtam pályázni. A szerző szerint inkább szép irodalmi a könyv, mint szakmai. Az összesen 300 oldalas beszámolóban mindössze 40 oldalon taglalja magát a gyógynövénykutatást. Ennek oka, hogy diploma munkáját és doktori disszertációját is az utazásból írta, ezért nem a tudomány lett a most megjelent könyv elsődleges témája. Hajdú Zsanett bízik benne, hogy története inspirálja majd az olvasókat álmaik megvalósítására.